És utána mi következik? Ami egyenlő. A 10 forintos, most zoborénik majd súgnak, a 10 forintos után jön a 20 forintos, utána jön az 50-es, utána jön a 100-as, utána jön a 200-as. Rendhagyó helyszínen egy bankfiókban jártak a gólyafészek óvoda óvisai, itt ismerkedtek meg a pénzvilágával. Attól függetlenül, hogy egy zárt intézmény vagyunk, én úgy gondolom, hogy mindemellett gyerekbarát intézmény is. Éppen ezért én fontosnak tartom azt, hogy már egészen kiskorban megtanulják, hogy milyen a pénz eredetét, a pénz használatát, akár hogy fizetünk be, hogy fizetünk ki, milyen pénznemek vannak. Egészen kiskortól van erre tulajdonképpen egy oktatási rendszerünk. Éppen ezért nagyon örültem az óvoda megkeresésének, mikor jelentkeztek, hogy ők jönnének az óvodásokkal. Kinek van 100 euró zöld a kezében? Kinek van zöld a kezében? Az a zöld pénz jelen pillanatban, hogyha most átszámoljuk forintba, akkor durván ilyen 38.500 forintot jelent per pillanat nagyságrendileg. Vargáni Szőke Krisztina örömmel hoztál a gyerekeket az OTP bank helyi fiókjába. Úgy gondolja, az életre nevelés, a széleskörű tájékoztatás nagyon fontos. A környezettudatosság nálunk nagyon fontos, és ebben meg nagyon nagy része van annak is, hogy hogyan tudunk takarékoskodni, hogy ezzel ők gazdaságosabban tudnak, tehát új játékokat készítünk, és igazából ők a játék részén értik meg a pénzt, de most már a 21. században nagyon sok helyen találkoznak napi szinten vele. A látogatás alapötletét az egyik óvis adta. Van egy pénzgyűjtőnk, a Borosbátor, és őt ez nagyon érdekli. Nagyon sok országnak a pénzével rendelkezik, és így a többi gyereket is felkeltette az érdeklődését. Én beszereztem egy antikváriumból egy 1,5 kiló apró pénzt, ilyen mindenféle pénzeket, és ezzel játszottak, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor ennek mi a menete. A fiók vezető tájékoztatójához gyakran hozzászóltak az óvisok, sokan teljesen tisztában vannak a pénz fogalmával, értékével. Azt gondolom, hogy nagyon haladnak a korral, ügyesek. Nyilván tudtunk újat mondani, sőt, nagyon sok újat tudtunk mondani, pont ezért már a különlegességekre helyeztük a hangsúlyt jelen alkalommal. Természetesen nyitottak vagyunk, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, akár itt a helyszínen is, előzetes bejelentkezés alapján természetesen, illetve mi is ki tudunk menni helyszínre, hogyha arra van igény. A gyerekek jól ismerik a környező országok pénznemeit, sőt a gyűjteményükben még távolabbi fizetőeszközök is vannak. Euró, kuna, dollár, rubel, mongol. Mongol pénzed is van? Melyik a legértékesebb, és egyáltalán szerinted mi adja meg egy pénznek az értékét? A fizetés. Azt tanultam, hogy lehet itt számolni, meg mondjuk még számológépek nagyon jók. Hát ezeket a bankszerkezeteket nagyon szeretem most. Szerinted az emberek miért járnak a bankba? Mi minden történik itt? Hát azért járnak a bankba, hogy pénzt vegyenek fel, mert nehogy elfogjon a pénz. Meg ha nem járunk dolgozni, akkor meg elfogyhat a pénzünk, és nem lesz miből élnünk. Hallottam az ezresről, hát gyűjtöm otthon a papírpénzt, meg a csörgős pénzt, azokat gyűjtöm. Mennyi pénzed van? Hát, azt nem számolom meg. És mire fogod költeni? Hát, az iskolára, meg egyszer kifizettem anyának a születésnapját.